nagyon-nagyon kellemes másfél órát ígér, én így gondolom. A művészeti vezető mindig megálmodja a koreográfiát, az idén is ezt tette. Az idén is egy nagyon, nagyon jó koreográfiát talált ki, álmodott meg, és ehhez kellettek nyilván kosztümös átöltözések. A szalontáncrendet nagyszoknyába, báli ruhába, estei ruhába táncolják a lányok, és természetesen öltönybe a fiúk. A Csini Baba nagyon-nagyon nagy sikert adatott nálunk a faluba is, ebből lesz egy kis betétrész, ehhez igazítottuk a kis ruhákat, a kis kosztümöket, és utána természetesen egy néptáncos blokk is lesz, ahol népviseletben lesznek a gyerekek. Három táncrendben dolgoztunk, a szalontáncrendben bécsi keringő, angol keringő, polka, slow fox, foxtrot, a latin-amerikai táncrendből rumba, szamba, csacsacsa, roki és tangó, és akkor elmaradhatatlan számomra a magyar táncrend csárdás, fiscsárdás, ugrós és a gólya tánc. Különösen 5 éve dolgozunk néptánccsoportként, és ez kihat, főleg a haladóknál, kihat arra, hogy mindent meg tudjuk valósítani, azt, amit szeretnénk, mert még a kezdő bemutatja az elsajátított táncát, mint új táncos, addig a haladó kész koreográfiákat visz műsorba. Az idén a haladóknál a legnehezebb a bécsi keringő, mert a egy műsorszám 10 perc 36 másodperc. A kezdőknél pedig nem tudom, hogy miért az idén a latin-amerikai táncrend volt nehezebb. Egy zsinta pálcát és négy vidát, kös a nyakkendőből csokrot kovát. A mellényed is pepita, színed már is veri a dixilen, szertelen ritmusát. Lopj el nagymamától mindent, mit kinőtt. És így eleresztve járja régi Jeffrey Charleston, mert ma